2020 nem egy szokványos év. Az élet minden területére kihat a világjárvány, így hát az oktatás ügyben is komoly szigorításokat kellett eszközölni. Ezért szeptember 2-a a rendhagyó tanévnyitók napja. Ebben az évben kicsit rendhagyó módon, de megnyitottuk a 2020-21-es tanévet. Annyiba tért el az egész az előző évek tanévnyitóitól, hogy az osztályokba ültek a gyerekek és iskola rádió keresztül mondtuk el a legfontosabb információkat. Hát reméljük, bár ugye a polgármester is tiszteletét tette, és kicsit ő is félve nyilatkozott arról, hogy sikerül-e így az iskolában ez a lefolytatni minimum ezt a szeptemberi hónapot, de hát reményünket fejezzük ki, hogy itt leszünk, és akkor folytatódik itt az iskola épületében a tanítás, és nem kényszerülünk újra az online térbe. Mit volt a legnehezebb át, illetve megszervezni ez alatt a járványidőszak alatt? Azt hiszem, hogy már júniusi hónap fölkészített bennünket arra, hogy az épületben milyen előírásokat kell betartanunk. A gyerekek hozzászoktak még a szájmaszk viseléséhez is, meg a kézfertőtlenítéshez. Az utóbbi hetek vagy napok munkáját megnehezítette ugye a minisztériumból jövő utasításoknak az állandó változtatása. Ugye még tegnap is bizonyos dokumentumokat át kellett írnunk, de azt hiszem, hogy ez a legkevesebb. A lényeg az, hogy minden gyereknek, meg minden itt tanító pedagógusnak az egészség igyekezzünk megőrizni. A szájmaszkok viselését megpróbáljuk a lehető legemberségesebb módon majd kérni a gyerekektől, és nagyon remélem, hogy ez a két hét a jóisten akaratából majd nagyon jó idővel leszünk megáldva, és mivel hatalmas az iskola udvarunk, akkor az oktatás egy részét majd szerintem az iskola udvaron fogjuk lebonyolítani, és akkor természetesen a gyerekeknek sem kell szájmaszkot viselnie. Van-e olyan esemény vagy rendezvény, ami elmarad a koronavírus miatt? Egy szerencsénk ez az iskola rádió, hogy az iskola összes kulturális vagy egyéb eseményéről majd itt fogunk tudni megemlékezni, de az iskolánk most készült volna fönnállásának a 70. évfordulóját megünnepelni, ezt most teljes mértékben lefújtuk, ezt az egész ünnepségsorozatot, és majd, ha lehet, akkor a tavaszi hónapok folyamán ezt bepótoljuk. Azt mondta, hogy a gyermekek tűrőképességét figyelembe veszik, mit kell ez alatt érteni. Hát annyi, hogy ugye megpróbáljuk, hogy osztályba beülnek a felső tagozatosaink a szájmaszkjaikba. Egyenlőre az osztályokat megpróbáltuk úgy átrendezni, hogy faltól falig pad, meg szék, aki lehet majd különül, és azért a szünetekben gondolom 10 óraizás közben ezek a szájmaszkok majd lekerülnek, de meglátjuk, hogy mennyire lesz jövő héten esetleges kánikula, mert akkor lehet, hogy mi is a rövidített órákhoz fogunk folyamodni, rövidítjük a tanítást, menetét is, mert nem nagyon tudom elképzelni, hogy egy 10 éves gyerek 6 órán keresztül szájmaszkba tud ülni. Pedagógus kollégáim azt az utasítást kapták, hogyha kellő távolságban a táblánál állva fognak valamit magyarázni, azért azt a szájmaszkot majd lehúzhatják. Ugye a minisztérium részéről ezek ajánlások, mi megpróbáljuk tényleg úgy, hogy senkinek az egészségét ne veszélyeztessük, de valahogy azért annak a tanításnak a menetének is megmaradjon a minősége. A mai nap nem hagyományos, mert mi mindig szentmisével kezdjük a tanévet, ünnepélyes tanévnyitóval az iskola előtt, de a koronavírus járvány miatti intézkedéseink miatt ezt nem fogjuk ma csinálni. Azon kívül viszont szerettük volna üdvözölni az elsősöket az iskolában, úgyhogy nekik megengedtük a szüleikkel együtt, hogy fölmenjenek az osztályba. A tanítanéni nagyon szép játékot készített nekik, ahol kicsit megismerkedhettek a tanítanénivel is, kicsit feloldódhattak, és megoldottuk a különféle adminisztratív kötelességeinket. Átadtuk a gyerekeknek a Rákóczi Szövetség iskolatáskáit, szinte délig itt lesznek az iskolában, ugyan 9-re jöttek, de délig itt lesznek. Elmondjuk nekik a rendtartást, átadjuk a könyveket, úgyhogy a mai nap szeretnénk ezeket az adminisztratív előírásokat megoldani, megcsinálni, hogy holnaptól aztán már összpontosíthassunk a tanulásra, mert nem tudjuk, hogy mi vár ránk ebben a fél évben, és minél jobban szeretnénk kihasználni az időt, és tanítani, ameddig csak lehet, mert utána lehet, hogy megint távoktatás lesz. Remélem, hogy nem, mert a gyerekeknek biztos, hogy jobb azért az iskolában. Mit volt a legnehezebb meg, illetve átszervezni a koronavírus járvány miatt? A legnehezebb a beosztást az ebédlőben, mert
mert nekünk, tehát 70 személyes ebédlőnk van, és ha szerettük volna megoldani, hogy, hogy minden osztály lehetőleg fél 12-től fél 2-ig eljusson ebédre, akkor nagyon nehéz volt megszervezni ezt, hogy azt a távolságtartást be tudjuk tartani. Van egy nagy szerencsénk, hogy több mint 15 tanulónk, két osztályban van több mint 15 tanulónk, ez bizonyos szempontból hátrány, de most ebben az esetben be tudjuk tartani az előírásokat, és ez nem volt probléma. Tanítónéni körében se volt semmiféle probléma. Egy kicsit félünk attól, hogy milyen lesz a reakció a nagyoknál a maszkviselésre, hogy fogják-e bírni, de remélem ezt a két hetet kibírjuk, és aztán visszaállunk a régi kerékvágásba. Van-e olyan esemény vagy rendezvény, ami elmarad a koronavírus miatt? A természetiskola elsősorban, ugyan tehát nagymácsédom tudomásom szerint még nincs beteg, de mivel ahova mennénk természetiskolába, további 5 iskola is ott lenne, ezért nem vállaljuk a felelősséget. Mentünk volna a határtalan programon belül Magyarországra, ilyen tanulmányi kirándulásra, ezt se tudjuk megvalósítani, mivel Magyarország lezárta a határokat, úgyhogy mi most tanulni fogunk, ezerrel tanulni fogunk. A Dunaszerdahelyi Szabó Gyula alapiskolában csupán az első és az ötödik évfolyam számára tartottak egy rövid és lényegre törő tanévnyitót az iskola hátsó udvarán. Milyen érzésekkel érkezett idén a megnyitóra? Hát megmondom őszintén, kicsit félve, féltünk tőle, hogy hogyan miként, de hát elfogadtuk úgymond, hogy ez van sajnos. Ön észszerűnek tartja az óvintézkedések bevezetését? Valamilyen szinten igen, megmondom őszintén, mert... Én inkább azt mondom, hogy ez a két hét legyen az, hogy a diákok hordják a maszkot, mert sose lehet tudni, hogy merre jártok, hova jártok előtte emberek. Kirándultak jobbra-balra, és amondó vagyok, hogy igenis ez a két hét. Igen, utána már azt mondom, hogy álljonak le, az már tényleg alakul minden. A kisfia idén kezdi ugye az első osztályt, ő milyen érzésekkel érkezett a megnyitóra, és hogyan viszonyul ezekhez az óvintézkedésekhez? Félt is tőle nagyon, megmondom őszintén. Újdonság neki az egész minden. Vegyes érzelmekkel fél is, örül is, úgyhogy meglássuk, megmondom őszintén. Mi magunk, mi szülők is félünk tőle egy picinkot, hogy hogyan fog kezdődni az első év. A Covid vírusnak köszönhetően csak az elsősöknek lesz egy ilyen hivatalos rövidített tanévnyitó. Részben nekünk az ötödikéseinknek, mivel elég sok ötödikes érkezik hozzánk más iskolákból. Ez egy lerövidített tanévnyitó lesz. A tanévnyitó után információkat kapnak az elsős szülők, és utána vonulnak be az osztályokba. A többi osztálynak a tanévnyitó az osztályokban lesz megtartva, szülői kíséret nélkül. Szülők is, ha szeretnék bekísérni a gyerekeket, akkor csak egy szülő, az egyik szülő kíséretében az iskola épületében, ahol kötelező a szájmaszk viselete. Az alsó tagozatosoknak nem kötelező az osztályokban a szájmaszk viselete, az iskola épületében igen. A felső tagozatosoknak viszont az osztályokban is és az épületben is kötelező a szájmaszk viselete. Mi okozta a legnagyobb fejtörést a szervezés tekintetében? Hát a mai nap nincs gond, majd a következő napok, ahogy szokás mondani, puding próbálja az evés. Tehát erről láthatólag az ebéletetéssel az gond, ugyanis mi nagy iskola vagyunk, 730 diákunk van. Na most a tavalyi évben, a másik fél évben, amikor részben jártak gyerekek, ugye, ebédre az alsó tagozatosok, ott meg tudtuk oldani, most háromszor annyi diák lesz, tehát 550-600 étkezőt megétkeztetni, ez kicsit problémás lesz, de hát igyekszünk megoldani a szituációt, mert azt mondom, hogy minden jobb annál, ami tavaly másik fél évben volt, tehát mindent megteszünk azért, hogy ezt a Covid problémát megoldjuk az iskolákon, és elkerüljük a távoktatást, ami senkinek se volt kellemes. Ezt be kell áldoznunk, ezt az első két hetet, mert amit előbb beszéltem, az egyelőre az első két hétre érvényes. Ezt be kell vállalnunk annak érdekében, hogy ne legyen rosszabb a helyzet. Milyen érzésekkel, milyen gondolatokkal vágnak bele az idei tanévbe? Részben megválaszoltam, hogy nekem az a krédom ebben az esetben, hogy minden jobb, mint ami a tavalyi év második felében volt. Tehát mindent meg kell azért tennünk, hogy ne történjen meg a távoktatás. Országos szinten is ugye nem gondolkoznak iskolazárásokról. Ha valami felüti a fejét, akkor regionális szinten, helyi szinten kell oldani részben osztályok vagy esetleg iskolák bezárásával.
A Dunaszerdahelyi Kodály Zoltán alapiskolában csupán a kiselsősöknek tartottak egy rövid, ünnepélyes megnyitót az iskola udvarán, míg az iskola többi diákja számára az osztálytermekben zajlott a tanévnyitó. A mai tanévnyitó mindenki számára szokatlan, rendhagyó módon zajlott. A diákok tulajdonképpen az osztályban volt a tanévnyitó, csak a most kezdőket, tehát a kis elsősöket fogadtuk a iskola bejárat előtt, és ott volt egy rövid tanévnyitó. Jó intéz kérdések, hát az ugyanúgy, mint többi iskolában nekünk is be kell tartani, szájmaszk viselése, fertőtlenítés, és hát a gyerekeket úgymond elkülöníteni egymástól, tehát az osztályok ne keveredjenek. Melyek azok az óvintézkedések, amelyeknek betartása a legnagyobb problémát okozhatja esetleg? Hát ugye eleve az, hogy próbáljuk úgy csinálni, hogy a szünetben a gyerekek ne keveredjenek, tehát nem lesz hagyományos módon csengetés, hanem külön-külön évfolyamonként, osztályonként lesznek a szünetek, illetve amit a legnehezebb az ebédlő, az ebédeltetés. Ezt is úgy oldjuk meg, hogy maximum egyszerre 40 diák tartózkodjon az étteremben, és külön-külön csoportokban mennek ebédelni. Milyen hangulat uralkodik a tanári karon belül, milyen érzésekkel vágnak bele az új tanévbe? Hát természetesen mindenkinek furcsa ez a helyzet. A hangulat az olyan, hogy szeretnék már a vége ennek az áldatlan állapotnak. Tehát fél éve már, hogy mondjam, talán hozzá is szoktunk, de bízunk benne, hogy nem kerül sor újabb távoktatása, hanem itt az iskola falai között taníthatjuk a gyerekeket. A szülők felől érkeztek valamilyen visszajelzések a rendhagyó tanévnyitóval kapcsolatban? Úgy konkrétan a szülők nem jeleztek semmit, hogy valamit szeretnének. Többen érdeklődtek, a honlapra feltettük az információkat. Úgy gondolom, hogy a viszonyokhoz képest normális mederben zajlott a tanévnyitó. A Dunaszerdahelyi Vámbéli Jármin alapiskolában szintén rendhagyó módon vette kezdetét az idei tanév, hiszen csupán az első évfolyam számára tartottak egy rövid megnyitót az iskola hátsó udvarán. Hogyan készültél az iskola kezdésre, vártad? Igen, nagyon. Már megvan mindenem az iskolához, csak még az eszközöket kell megvenni az anyukámnak. Tudod, hogy milyen szabályokat kell betartani a koronavírus járvány miatt? Igen, maszkot venni és betartani a 2 méter távolságot. Hogyan zajlott idén a rendhagyó tanévnyitó? Hát másképp. Ilyen címet is adtam augusztus 21-én, amikor a weboldalunkon közzétettem az intézkedéseket és a javasolt és kötelező betartandó szabályokat. Viszont hiszem azt és hiszük azt, hogy egy szoros és következetes együttműködésben sikereket fogunk elérni. Tehát a szülő, pedagógus a diák érdekében együtt fog működni, akkor ezt az akadályt is leküzdjük. Hiszen ez egy nagy akadály, de nem csak nálunk, hanem az egész világon ez egy nagy probléma. Ezzel együtt kell élni és megpróbálni kivédeni a még rosszabb helyzetet. Hetek és hónapok munkájába tellett, mire előkészítettük ezt az új tanévet, mert azért vannak ilyen szélsőséges vagy sarkított kritériumok, amiket be kell tartani, és napról napra figyelni fogjuk, hiszen minden nap más lesz valószínűleg, főleg ebben az első 2 hétben, hogy mi lesz a történet végkifejlete. Viszont a kollégák és az iskola fel van készülve szakmailag mindenképp, az épülettel és a tárgyi állománnyal, eszközökkel mindenképp. Hát a legfontosabbat, a tanítási-tanulási folyamatot kell oldanunk nap mint nap, azokkal a szabályrendszerekkel, amelyek le vannak írva több fórumon is, hiszen ez már hetek óta fellelhető, és mindenki számára ajánlott olvasmány. Mi is közzé tesszük, úgyhogy én csak azt tudom mondani, hogy pedagógus csapatunkkal mi igyekezni fogunk, és megpróbáljuk a szülőkkel közösen ezt az időszakot is, ahogy a Vámbériben ez szokás, megoldani a lehető legnagyobb sikerrel. Az óvintézkedések közül melyek azok, amelyeket a legnehezebb lesz betartani? Mivel mi nagy iskola vagyunk, az egyik legnehezebb az ebédeltetés. Júniusban is, mikor elkezdtük nálunk, több mint 70%-a visszajött a diákoknak, de hát már akkor mondhatnám azt is, hogy volt egy ilyen főpróba, de akkor felső tagozatról még nem volt szó, és meg fogjuk kollégák segítségével ezt is oldani egy nagyobb időintervallumban, és mivel nagy étkezőnk van szerencsére, emiatt 2-3 osztályt fogunk oda beengedni, tehát elméletben ennek működnie kell, gyakorlatban meg holnaptól meglátjuk és orvosoljuk, ha adódik valami. További ilyen gond talán a testnevelés órák, meg az osztott órák témaköre, de az osztott órák talán még nem is akkor, mint a testnevelés, mert azt nem fogjuk a tornateremben tartani, hiszen nem ajánlott. A szabadban jó idő esetén, de nem
ha nem jó az időjárás, akkor viszont beszorulnak az osztályba, és az már nem testnevelés óra, úgyhogy talán ezek a legnagyobb negatívumok, amelyek majd sújtani fogják az iskolát, hát reméljük, hogy más, ezen kívül nem. Milyen hangulat uralkodik a tanári karon belül? Milyen érzésekkel vágnak bele az új tanévbe? Én úgy éreztem, és úgy is láttam augusztus 24-én, amikor minden pedagógus kollégán közel 70-en beálltak munkába, hogy pozitív hangulattal töltöttek fel a nyár folyamán is, és a mi csapatunk szeret dolgozni, és a kihívásokat megpróbálja leküzdeni, hogyha a kollégák részéről a hangulat jó. A diákokat, ahogy ma figyelgettem, amennyi időm volt rá, én mosolyokat láttam, és azt júniusban is már észrevettem, és észleltem, hogy örülnek annak, hogy ismét együtt lehetnek, tehát a közösségi élmény, a kapcsolatok, ezek mindig segítik a tanulási folyamatot. A szülők részéről már nehezen megítélni, eljutnak hírek hozzánk is, hogy azért sokan nehezményezik a szájmaszkot, a szabályrendszert. Mindig mindenkinek van egy kis igaza, az arany középutat és az együttműködést kell megtalálni. Mi nem találunk ki új dolgokat, azokat tartjuk be, amelyek más iskolára is kötelezőek és érvényesek, és ez gyermekeink meg az iskolák érdekében történik, de természetesen a szülő a saját gyermekért felel. Tehát, hogyha most példának mondom, ha ő megtiltja, hogy ő hordjon, az azért akkor ő fog felelni, mi figyelmeztettük, felhívtuk rá figyelmet, ki van függesztve, meg van írva, aláírták, ugye nem tudunk többet tenni. Ez egy nehéz helyzet, sok emberből azért a negatívabbat is kihozhatja, hiszen már hosszú idő óta tart, és azért nem motiváló időszakról beszélünk, hanem demotiválóról.